Miért van szükségünk legendákra? Olyan meseszerű történetekre, amelyek egyébként valamennyiünket túlélnek. Őrizzük és továbbadjuk ezeket. Talán azért, mert az ember válaszokat keres kérdéseire, a természettel, az emberi természettel és bizonyos rejtelmes esetekkel kapcsolatban is. És ha a kérdésre sehonnan nem jön a válasz, hát ő maga kitalálja. Fenyige Szatmár megyének egy olyan kis települése, amelyben a századfordulón 950-en éltek, és 950 ember egy kis településen, majdnem mind rokona, barátja, szomszédja, ismerőse egymásnak. Itt vagyunk a Fenyigei Szenke partján, mégpedig a Szenkének azon a részén, amit úgy szoktunk hívni, hogy a vasúti híd felőli oldal. Ez az oldal nagyon jelentős része az egész szép Szenkének, egy olyan szempontból, hogy valamikor sok éve, 1905. május 5-én, közel ehhez a helyhez, ahol most itt állunk, egy szörnyű tragédia történt ebben a faluban. Mivel hogy hétfőn történt, előtte nyilván vasárnap volt, és a régi szokás szerint minden keresztény ember templomba ment. Ezek a lányok, akik ebben a bizonyos tragikus csónakban részt vettek az átkelésben, ezek már vasárnap megbeszélték ezt a hétfői teendőt. Volt közöttük egy sajnos szintén meghalt Végeszter nevű lány, aki 17 éves volt. Ahogy itt az idősek említik, olyan cserfes nyelvű, jó beszédes, jó szervezőképességű kislány volt, aki a többieket felbiztatta arra, hogy gyertek, menjünk reggel, ahogy a nap felkél, menjünk. A templom előtt ezt megbeszélték. A tragédiának ez egy előzménye, hogy Végeszter megszervezte a buzatisztító kis csapatát. Szenke túlsó oldalán, a vasúti híd, a vasúti pálya mögött helyezkedett el a századfordulón Váji Árpád földbirtokos hatalmas területe, hiszen ő az egyik gazdag földbirtokosa volt ennek a falunak. Buzaföld volt azon a helyen. Azon a bizonyos szomorú napon, amely egy szép napfényes hétfő volt, a Szenkének itt a szembe levő részén egy révjárat működött. Ugyanis hiába itt van a vasút előttünk, és a vasúton átmehettek volna kényelmesen a túloldalra a munkások dolgozni, vasúti szabályzat tiltotta az átjárást, egy kerülőt is odaállította a vasúthoz, hogy aki netán arra akarna menni, azt küldje vissza. Nem szabad átmenni, csak a révjáratnál. A révjáratot Váji Árpád tartotta fenn egy anyagi támogatással, hát konvenciósnak nevezték abba az időbe, fizetett révész volt, aki az embereket reggel áthordta, este visszahozta. Közben a révész meghalt, idős ember lévén, felesége, bizonyos Farkas Jánosné vette át a hivatalt. Ez a révjárat rendszeres volt ugyan, főleg reggel áthordta, este hazahordta az embereket. Ezen a szomorú napon már éppen harmadszor készült fordulni a csónak, amely elég rozoga, rossz állapotú, mert az egyik azóta már sajnos rég meghalt résztvevő, aki az előző menetben ült, elmondta, hogy a kezükkel, tehát a kis tenyerüket összetéve a kezükkel lapátolták ki a befolyó vizet a csónakból. Kötény a zsebéből,
Az egész napra való élelme, a karé kenyere beleesett a szenkébe a nagy vízlapátolás közben, és elmondta ez a bizonyos Erzsi néni, Tóth Györgyné, hogy ő egész nap éhen volt, kénytelen dolgozni, mert a kenyere a szenkébe esett. Ezután, a csapat után, az a 9 kislány, aki belefúrt itt a szenkébe, a harmadik menet lett volna már aznap reggel, és mivel még elég sok fiatal összegyűlt a parton, összesen 15-en voltak a révész asszonnyal, és egy bizonyos Erdei Gyuri nevezetű 20 éves forma fiatalemberrel együtt, nem lett volna szabad, hogy a révész asszony mind a 15-öt beleültesse a csónakba. Azt mondta a gyerekeknek, hogy szálljatok be mind, mert nem érek rá itt veletek hajókázni. Siessetek, igyekezzetek, mert nekem dolgom van, megyek Fehérgyalmatra a malomba, buzát őrlet. A gyerekek erre mind beszálltak 15-en, illetve 15-öt magával a révész asszony beszállt a csónakba. Evezett a gyerekek, a csónak elejében álltak. Az én testvérem volt 17 éves, ő volt a legbénebb köztük. A 9-en beleült a hajóba. Azt az öreg mamának volt egy olyan együgyű fia. Azt már olyan távolságra, mint ide a fal, volt már a hajó. Hogy már oda kiért volna partra. Azt annak kiugrott a hajóból az a együgyű fiú, aztán hát a lábával a hajó órát megrúgta. Azt a 9-en meg megijedt, ott el volt a hiba, hogy a hajónak egy végébe ment a 9-en. Összefogódva meg mi, és itt felborult velek a hajó. Hát na majd, aki ezt látta, hát ordított szaladt végig az utcán, hogy a 9-en belefúlt a szenkébe. Azt el lehet gondolni, hogy az emberek régen korán keltek a nappal. Majdnem mindenki a mezőn volt már. A templom tetejét viszont toronybárdogosok festették, dolgoztak, és meghalották a jajveszékelést a szenkepartján. Gyorsan ide siettek, hogy megnézzék, mi az. Segíteni szerettek volna. De mire halászok, meg itthon maradt emberek, meg ezek a toronyfestők is valamilyen halász csónakot előkerítettek, akkorra már a víz is elsimult felettük. Hát, az én apósom itt legvégül lakott, és falat nagy rudda, hogy a rudat benyújtját, azt gondolta, hogy hát fellidegnek a víztetején. De hát nem látott, csak kettőt. Ezt tudta ki szabadítani, két lát. A 9-en aztán úgy hálóval húzogatták ki, azt mikor kihúzogatták sorba a partra, oda halva lerakták sorba, míg az orvos kijött Fehérgyarmatról is, átvizsgálta őket. Akkor minden szüle hazavitte a gyermekét, de akkor nap el is temették mindet. Az anyám, mikor 10-12 éves volt, akkor ott volt a temetésen. Mert minden, vagy környékbeli, vagy hét faluba oda mentek az iskolások, mind a temetésre, hogy lányok haltak meg. A 9 koporsót minden sírhoz lerakták. Nem tudom megmondani, hogy hány pap volt, aki temette őket, de itt volt annyi nép,
minden faluban olyan hirtelen futott alatt ez a hír. Az közeli falukból rettenetes sok névfogt. Az a két kislány, aki felkapaszkodott a felfordult csónakra, az egyiket Lórán Zsuzsikának hívták, a másikat ifjú Prisztinek. Priszti néni, ő a 70-es évek végén halt meg. Ő sokat tudott mesélni ezekről a dolgokról még szintén, hiszen ő maga át is élte ezt a szörnyű tragédiát. Volt két 18 éves lány, akik szintén ki tudtak úszni, ők aztán később éltek még sokáig, időskort megéltek. Kimenekült Farkas Jánosné is, de az egyházi anyakönyvünkben olvasható, megtalálható, hogy a 9 kislány bejegyzése után Farkas Jánosné a következő halott. 3 nap múlva az eset után ő is meghalt. Erdei Gyuri szegény ilyettében elbújdosott, úgyhogy egy hét múlva találtak rá, valahol itt a környéken bújkált szegény, talán felelősnek érezte magát, talán ilyettében, nem lehet ezt már utólag tudni. Emlékeznek rá Penyigén, azt hiszem minden mozogni bíró ember, időstől fiatalig mindenki, a gyerekek is. A hagyományukat, az emléküket őrizzük, a sírjukat ápoljuk. A Szenkénél, ha elmegy valaki, mindenki tudja, hogy ott mi történt. 1905. évben 9 kislány belehalt a vízben. Beleültek a hajó orrába, elmenültek a Szenke habjába. Szatmár megye, Penyige községe, 9 kislány belehalt a vízbe, Szenke vize száradj ki, apadj ki, de sok anya könnyét te csaltad ki. 9 kislányt viszi a víz, viszi, édes anyja a partjáról nézi. Gyere, anyám, ne hagyj belehalni, gyenge testem a halnak megenni. Gyászba borult Penyige kössége, 9 kislány halva fekszik benne, 9 kislány, mint a letört rózsa, édes anyja, jaj, szóval síratja. Utas, nézz be a temetőkertbe, 9 kislány nyugszik egy szélébe, Isten veled, 9 letört rózsa, szép csendesen nyugodjál a sírba. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.